Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2023. július 5-én szerdán, pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket. Több 10 millió forint értékű ingatlannal nő a város vagyona az állam jóvoltából. Baján tartotta éves közgyűlését a Bács-Kiskun megyei helyi televíziósok egyesülete. Továbbra is nagy az érdeklődés az úszótáborra. A legutóbbi testületi ülésen állami tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüléséről döntött a testület, így további több 10 milliós értékkel nő a város 17 milliárdos vagyona. Magyarország kormánya a kis települések hátrányainak mérséklésére, a népesség csökkenés megállítására és az életminőség javítása céljából elindította a Magyar Falu programot. A támogatási rendszer új elemmel bővült, melynek keretében az állami feladatellátáshoz nem szükséges ingatlanok térítésmentes tulajdonba vételét kezdeményezhetik az önkormányzatok. Az állam is úgy van ezzel, hogy ezeket a kis apró 100-500 ezer négyzetméteres kis parceláit fölajánlaná önkormányzati vagyonként, hogy mi itt helyben könnyebben kezeljük majd ezeket. Nyilván olyan egyedülálló 250-400-500 négyzetmétereket mi sem vállaltunk be. Főként külterületeken lévő földterületek szerepelnek a listán, de irodahelyiségek is kerülhetnek önkormányzati tulajdonba. Olyan ingatlanok kerülnek az önkormányzathoz, amit hasznosítani tud a város. Biztos vagyok benne, hogy ezeket a földterületeket bérbe fogjuk adni, az egyéb ingatlanokat pedig hasznosítani akarjuk a saját elképzeléseink szerint. Az önkormányzat fő célja továbbra is az, hogy megőrizze a város vagyonát. Azért van nekünk pont ennyi vagyonunk, mert mi nem herdáljuk el és nem szórjuk szét. Azért, mert valakinek van pénze, vagy van vagyona, nem biztos, hogy ezt azonnali hatállyal szét kell szórni. Én legalábbis biztos, hogy úgy gondolkodom, hogy erre őrizni kell, vigyázni kell, és mindenképp a vagyon megtartás egy rendkívül fontos elképzelései volt a előttünk lévő városvezetéseknek is, és nekünk is. Tehát az egész testület így gondolkodik, hogy ha eladunk vagyont, abból vagyont csináljunk, ha mi megvan vagyonunk, arra meg vigyázzunk. Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanra a tulajdonba adója vár a 15 éves időtartamra az ingatlan nyilvántartásban elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre. Amennyiben az igényelt területeket megkapja az önkormányzat, az több 10 millió forinttal növeli a város eddig közel 17 milliárdos vagyonát. Jó ütemben halad hazánk második legnagyobb beruházása, a Budapest-Belgrád gyorsvasút építése. A próbajáratok 2025 évelején már megindulhatnak. Egy júniusban hozott kormánydöntés értelmében megkezdődhet a Budapest-Belgrád vasútvonal Ferencváros állomás és Soroksár közötti szakaszának kivitelezése is. Térségünkben jó ütemben halad hazánk második legnagyobb beruházásának kivitelezése. Aki itt a vasút mellett él, az láthatja, hogy egyik pillanatról a másikra hogyan változott meg a teljes környezet, a dupla vágányok lefektetése, ívkorrekciók, itt Kiskörösön különösen egy teljes új váróterem építése fog megtörténni, aluljárós rendszerben lesz majd megközelíthető egyik vagy másik vágány, tehát igen jelentős a beruházás. Ez 24 év végére, 25 elejére elvileg szerelvényeket fogadni képes a vágányrendszer, de csak a próbajáratokat, körülbelül fél év, háromnegyed év, amíg csak a műszaki átvételt előkészítő és a biztosító berendezések működését ellenőrző próbajárati rendszerek fognak menni.
hogy amikor már élesbe megy majd, akkor 100% üzembiztonságú legyen majd ez a vasút. Az újonnan épülő vasút új távlatokat nyit a közlekedésben is. Lehetővé teszi, hogy Kiskörösről akár 40 perc alatt eljussunk a fővárosba. Így nagyon sok fiatalnak lesz érdemes visszaköltöznie Kiskörösre. A Budapest-Belgrád vasútvonal kapacitás bővítő korszerűsítés alatt álló magyarországi szakaszának nagy szerepe lesz abban, hogy Magyarország Közép-Európa teherfuvarozási, logisztikai és elosztó központjává váljon. Így a befektetők számára is új lehetőségeket rejt magában. Az igazi nagy része, mi azt gondoljuk, hogy tudjuk, amikor a Pireuszi mélytengeri kikötőt, Athén melletti mélytengeri kikötőt vasúton összekötik az Európa Unió központjával Magyarországon keresztül, és erre már készülünk, hogy itt még mi minden lehetőség adódik ebből, és a többit még fel se fogjuk ilyenkor, mert nem tudjuk, hogy még mit hozhat az. Mondtak nekem most egy adatot, hogy a kínai befektetők tulajdonképpen azt tudják, hogy van Európa, az rendben van. Azon belül nem egészen tisztázott nekik, hogy melyik országot kicsoda, mert ezek az ő szemükben olyan pici egy 10 milliós ország, hogy náluk ilyen városban van 20, amiben 10 millióan laknak. Tehát ők kicsit zavarban vannak, hogy egy 10 milliós ország az ott kicsoda, de egyet tudnak, hogy lesz egy ilyen vasút, és ez kínai magyar koprodukcióba épül, és csak az érdekli őket jelenleg, hogy hol van befektetési szabad terület. Budapest és Belgrád között 8 óráról 3,5 órára csökkenhet a menetidő a személyszállító vonatok esetében, de az elővárosban is jól érzékelhetően rövidül az eljutási idő. Így sokkal sűrűbben fognak közlekedni a vonatok, ezáltal akár 4-szeresére is nőhet az utasszám. A jövő közlekedési módjaként a vasút jelentős szerepet tölt be a klímasemlegességi célok elérésében is. Június 30-án Baján tartotta éves beszámoló közgyűlését a Bács-Kiskun megyei helyi televíziósok egyesülete. Az ülésen Varga István elnök számolt be a 2022-es év munkájáról, valamint az idei esztendő főbb feladatairól. Emellett új elnökségi tagot választott az egyesület. Havonta egyszer találkozhatnak a Kiskörös televízió nézői a Baján készülő megyei krónikával és a Kiskörösön rögzített Mi megyénk című műsorral. Mindkettő az 1990-ben alakult Bács-Kiskun megyei helyi televíziósok egyesületének jóvoltából kerülhet a megye településeinek nézői elé. A megyei krónika készítésében helyi televíziók vesznek részt, köztük már hosszú évek óta a Kiskörös televízió is. Havonta egyszer juttatjuk el városunk közéletének fontos történéseiről, az elért eredményekről, valamint kulturális és sport eseményeiről készült tudósításainkat Bajára, ahol megszerkesztik a műsort. Az egyesület június 30-án Baján tartotta éves beszámoló közgyűlését. 15 tagunk van, és ebből úgy 10 tagra lehet számítani, akik tudósításokat küldenek. Ez nagyon fontos, hogy ez egy kialakult rendszer szerint megy. Tehát azok a tudósítások, amik ugyan külön-külön televíziótól jönnek, egy műsorba összeszedve egy homogén műsort fognak kiadni. Ez az arculatra és a szellemiségre is egyaránt vonatkozik. A Bács-Kiskun megyei helyi televíziósok egyesülete és annak elnöke dr. Varga István kezdetek óta összefogja és áldozatos munka árán életben tartja ezt az országos szinten is egyedülállónak számító műsort. A 25. évfolyamot fejeztük be, most a 26-ban vagyunk, és ezen a közgyűlésen is azt értékeltük, hogy mi történt, és azt terveztük, hogy mit fogunk tenni majd. A döntés mindenképpen az volt, hogy folytatjuk. A Bács-Kiskun megyei helyi televíziók egyesülete tavaly a Petőfi 200 emlékév kapcsán egy nagy projektet valósított meg, amelyben részt vállalt a Kiskörös televízió is. 3 kisfilmet készítettünk az évfordulós kisfilmgyártás során a költő Kiskörösi vonatkozású témáiban. Az elkészült alkotásokat, ahogy az egyesület által gyártott valamennyi Petőfi kisfilmet, az országos médiumok is műsorukra tűzték. A bajai közgyűlésen személyi kérdésekben is döntött az egyesület. Tetézi Lajos, az Izsáki Televízió főszerkesztője visszavonulása miatt döntött arról, hogy másnak adja át elnökségi tagságát. Az egyesületi tagság egyhangú szavazással Szőgyi Lászlónak, a Dusnok Televízió főszerkesztőjének, a szervezet egyik alapítójának szavazott bizalmat. Hát az egyesületet javarészt a megyei krónika fogja össze.
valamint a egymás közötti műsorcsere, hogyha van ilyenekre lehetőségünk. Én azt gondolom, hogy a több mint 30 év alatt az Egyesület az jó funkcionált, jó meg vagyunk egymással, a érdekeink közösek, nincsenek viszályaink, és egyfelé toljuk a szekeret. A jövőben dr. Varga István elnök, Kozák Polett, a Kecskeméti Televízió főszerkesztője, és Szőgyi László elnökségi tagok irányításával működik tovább az Egyesület vezetése. A közgyűlés házigazdája a Baja Televíziót működtető Baja Hangja Kft. Rövid intézményi bemutatót szervezett, és egy bajai városközpont bejárásra hívták meg a közgyűlés résztvevőit, akiknek Farádi Margit Edina főszerkesztő mutatta be a Baja Televízió szerkesztőségét és stúdióját. Az útépítés rejtelmeibe enged betekintést az a tábor, melyet a Magyar Közút Nonprofit Kft. Finanszírozott a vállalatnál dolgozó szülők gyermekeinek. A pályaorientációs tábort a Kiskörösi Úttörténeti Múzeumban rendezték meg. Harmadik alkalommal vette kezdetét a közutas tábor az Úttörténeti Múzeumban. A tábor a Magyar Közút Nonprofit Kft. Finanszírozásának köszönhetően valósul meg évről évre. Összesen 3 turnust hirdettünk idén, minden turnusban 20 gyermek van, és rögtön iskola után elkezdtük június 18-ától, és egészen július 7-éig vannak itt gyerekek. Ebben a táborban azok a gyerekek vehetnek részt, akiknek szülei a Magyar Közút Nonprofit Kft.-nél látnak el valamilyen munkakört. A kezdeményezés Szilvai József Attila, a Kft. Vezérigazgatójának köszönhetően valósult meg immáron 3. éve. Ez a vezérigazgatónk lojalitásán múlik, ő egy nagyon emberbarát főnök, és ő találta ki ezt, hogy az előző táboraink mindig pályázatos táborok voltak, és akkor egyszer csak ez így bekattant, hogy ha már itt a múzeumban ilyen jó kis táborokat tudunk szervezni, akkor miért ne lehetne az, hogy a saját dolgozók gyerekei is részesüljenek ebből az örömből. A múzeumban megrendezett szakmai programok reggel 9-től délután 4 óráig tartanak. A nap során a gyerekek számtalan színes és edukatív programon vehetnek részt. Utat építenek, hidat építenek, úthengert vezetnek, megismerkednek a különböző hídtípusokkal, tehát mindig igyekszünk azért egy kis szakmaiságot is becsempészni, hiszen mi fontos feladatunknak tartjuk azt, hogy a jövő közutas generációit is egy picit kineveljük, és próbáljuk a szakma felé orientálni őket. Egyébként meg a délutáni szabadidős programok között szerepel strandolás, lovaglás, és van egy egész napos kirándulásunk Kalocsán. Ott van egy délelőtti sárkányhajózás, eveznek, ezt nagyon-nagyon szokták élvezni, és azért ott is van szakma, hiszen elviszünk minden turnust a most épülő Kalocsai Dunahídhoz, és ott levisznek minket az építési területre, hogy testközelből is láthassák a gyerekek, hogy milyen is egy hídépítés. A pályaorientációs tábort, mely az útépítés szakma bemutatására, népszerűsítésére irányul, a Magyar Közút idén társadalmi szerepvállalás céljából finanszírozta. Így június közepétől közel 60 gyermek vehetett részt rajta ingyen. A Kiskörösi Vízisport Alapítvány az idei nyárra is meghirdette úszótáborait és tanfolyamait. Az első úszótábor június 26-ától volt június 30-áig a Rónaszéki fürdőben. Továbbra is nagy az érdeklődés a Kiskörösi Vízisport Alapítvány úszótáborai iránt. Naponta 2 úszóedzést tartanak a gyerekeknek, akik a pihenő időkben szabadidős játékokkal töltik az időt. A táborban nem csak kiskörösiek vannak. Ebben a táborban például javarészt most vidékiek vannak, Izsákról vannak 16-an, akik viszik is Kiskörös jó hírét, Budapestről jöttek egy pára, Kecskemétről is jöttek, és még Amerikából is van, egészen pontosan Floridából egy gyermekünk, aki itt tölti a nyarat. Az úszás oktatás a fedett részen a tanmedencékben folyik, de a táborozó gyerekek körében közkedveltek a kültéri medencés vizes játékok is. Ki is szoktunk menni játszani mindig egy kicsit, kincsvadászok, békatalpazás, nagy medencébe, amit nagyon-nagyon imádnak, meg hát a különböző ugrások. Még én a gyerekkoromban ilyeneket ugrottam, nem csak szaltó, hanem bicskaugrás, amit ők még nem is hallottak, de hát ilyeneket is most már meg tudunk ugrani, és nagyon élvezik.
A tábor időszaka alatt úszás oktatást is vállalnak az edzők, melyre nem csak a táborozók mehetnek. A délelőtti időpontokban úgy kezdünk, hogy 9 órától 10:30-ig, délután pedig 14:30-ig, amikor rá lehet csatlakozni ezekre a tanfolyamokra. Mivel vannak segítőink is, így nagyon jó koordináltan működik, és hát így tulajdonképpen összesen ezen a napon így 60 gyereket tanítunk úszni, úgyhogy 32 délelőtt plusz a 15 úszós, és délután meg 16 gyerek, és ugyanígy a tanfolyam megy a táborral együtt. De ők csak ebben az időpontban jöhetnek. A Kiskörösi Vízisport Alapítvány a tábor idejére teljes ellátást biztosít a gyerekeknek. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Több 10 millió forint értékű ingatlannal nő a város vagyona az állam jóvoltából. 2025 év elején már megindulhatnak a próbajáratok a Budapest-Belgrád vasúti útvonalon. Baján tartotta éves közgyűlését a Bács-Kiskun megyei helyi televíziósok egyesülete. Pályaorientációs tábort szerveztek az Úttörténeti Múzeumban. Továbbra is nagy az érdeklődés az úszótáborra. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új híradóval holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor, valamint holnap reggel 6 órakor is. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros.tv.hu oldalon, vagy a közösségi médiában. A híradót követően Lélekemelő című vallási műsorunk következik. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek bennünket holnap is. A viszontlátásra! Kihívás teljesítve. Ez én kihívottam egy Gripen pilóta. Egy jó pizzáért nem kell messzire menni. Az olasz ízek közelebb vannak Önhöz, mint gondolná. Scarpetta, ahol érezheti a különbséget. Jöjjön el, nézze meg, hogyan készül az étele. Néhány percen belül már frissen, forrón az asztalán lesz. Scarpetta Pizzeria a Halasi strand nyári bejáratánál. Scarpetta, olasz ízek, Önhöz nagyon közel.